A víz megőrzés, vagyis inkább azt mondom, a víz felhasználás, tápanyag felhasználás tekintetében vannak olyan fajták, amelyek jobban tudják hasznosítani az adott víz és tápanyagot a rendelkezésre állásához képest. Ez ugyanolyan, mint ahogy itt ülünk, mindenki elfogyaszt egy tányér levest, egy tál főtételt, és lehet, hogy vannak, akik itt ülnek, és lehet, hogy azt mondják, hogy neki ez kevés volt, van, aki azt mondja, hogy ez sok volt. A napi energiájához, ellátásához szükséges. Én úgy gondolom, a növényeknél ugyanez megvan. Az adott víz, amit lett előbb is mondva, hogy az a legoptimálisabban legyen felhasználva, az én úgy gondolom, hogy a termőföldhez illesztett fajta használattal kell, hogy megvalósuljon. Én egyenlőre ennyit szerettem volna. A szünetben is néhány személy, aki odafordult hozzám kérdésével, elmagyaráztam azt, hogy elsődlegesen nem a fizikai talajféleség, nem is az, hogy mekkora a humusztartalom, vagy milyen trágyát használunk, az mutatja meg, hogy mekkora lesz a termés, hanem a levegőnek a relatív páratartalma. Ha nagy a levegőnek a relatív páratartalma, akkor a növénynek a gázcselőnyílásai kinyílnak, és nagy az asszimiláció, nagy lesz a termés. A levegőnek kicsi a páratartalma, abban az esetben a gázcserenyílások összeszorulnak azért, hogy a növény ne szenvedjen nagyon nagy mennyiségű vizet, vízveszessége ne legyen. Kicsi az asszimiláció, és kevés lesz a termés. Jelenleg pillanatnyilag Magyarországon a tendencia az, hogy csökken folyamatosan a levegőnek a relatív páratartalma. A levegő relatív páratartalmának az volna a legfontosabb biztosítéka, hogy ha tendenciaváltást csinálnánk, nagyjából mindenki elfelejtené azt, amit akár mezőgazdászként, akár erdészeti egyetemen tanult, hanem fogná magát és célként kitűzné a honfoglaláskori tájnak a visszaalakítását. És a tevékenysége erre irányulna. És megnézné azt, hogy milyen tájrombolás történt itt Magyarországon, és ezt a tájrombolásnak a visszaállítását kezdene el munkálkodni. Szegény boldogult édesapám azt mondta, akár az Úristen teremtette a világot, akár három szovjet mérnök segített neki, minél kevesebbet avatkozunk be a természetbe, annál tökéletesebben tudjuk élni életünket. A természet nem véletlenül hozta létre, hogy az Úristen azt, amit létrehozott, mert mindennek óriási szerepköre van. Az, hogy mi a primitív emberi értelmünkkel nem tudjuk átlátni olykor ennek okozati összefüggéseit, az nem jelenti azt, hogy nincs rá szükség. Nemrég még Magyarországon a kommunista rendszerben a Szarka Szajkó Vetési Dolmányosvárjú mezei házi veré korlátlanul írtható madarak voltak. Ugyanakkor például a Szajkó azzal, hogy dugdossa a makkot mindenhova, az erdőnek az egyik visszatelepítője. Szóval teljesen át kell értékelni azokat a hamis tévtanításokat, amelyeket az iskolában oktatnak. Ma általában az az ember büszke a tudására, aki a hülyeséget nagy részletességgel ismeri. Minél részletesebben tudjuk azt, hogy ha valamilyen rossz, vagy felesleges, vagy káros dolgot, annál büszkébbek vagyunk rá. És nem akarok senkit sem megsérteni a terembe, de az sem jelent semmit, hogyha valakinek doktori diplomája van, mert gondoljunk bele, Drakulának is DR-rel kezdődött a neve. Úgyhogy ezek a dolgok, amelyeket most a jelenlegi társadalom központba állít, ezek mind hamis értékítéletek. Ahogy a Klaus Schwabék mondják, nekünk kellene egy nagy rezetet csinálni. A középső lányom azt mondta, amikor középiskolába járt, hogy apa nagyon nagy energiámba kerül az napi szinten, hogy a tanáraimnak és az osztálytársaimnak a hülyesége nem fertőzzön meg.
Nagy energiát kell emiatt befektetni. Na most ebből azt akarom kihozni, hogy amikor az egy középiskolában olyan fogalmazásokat kapnak a tanulók, hogy miért tegyünk eleget az elvárásoknak. Az én legidősebb lányom is kapott egy ilyen fogalmazást, akkor éppen akkor a Népsportban jelent meg a magyar női kézilabda válogatott edzőjének, egy norvég fickó volt, aki rákos beteg volt is mellette, hogy ő azért maradt életbe, mert nem tett azoknak az elvárásoknak az eleget, amit az orvosok kértek tőle, és ezért most a magyar női kézilabda válogatottnak a szövetségi kapitánya. Na, a lányomat fölfegyvereztem ezzel, ezt vitte vissza a tanárjának, az volt az eredmény, utána semmilyen fogalmazási házi feladatot nem kapott. Szóval jól járt mindenki. Ezzel azt akarom kifejezni, hogy próbáljunk meg a sarkunkra állni, mert mit kell csinálni? Hátat fordítani ennek az egész világnak. Bocsánat, hogy ezt mondom. És a fényes elszigeteltség politikája csak is ez viheti ki a magyarságot ebből a mocsokból, fertőből, genderfluid, transznemű, meg nem tudom, hogy milyen őrültségből, ami most elharapózott, mert újra hangsúlyozom, ha ebben a világban próbálunk meg elmerülni, lubickolni, nincs megoldás. Azt kell tenni, hogy idős embereket felkeresni, én is ezt tettem, őnekik az élettapasztalataikat készen az ember megkapja tőlük, és ezeket felhasználni a mai életbe. Ha most volna egy napkitörés, és az emberek ettől a csodálatos technikai kütyüktől megszabadulnának, abban az esetben még egy középkori szinten se vegetálna az emberiség, mert kiért ma ahhoz a teremben, hogy egy bőrt kikészítsen, csalámból ruhát csináljon, és hosszan sorolhatnánk. Jóformán szinte semmi. Mi most elkezdtünk ilyen hiánypótló képzéseket, tanfolyamokat tartani. Most mi a megoldás? A megoldást megint csak azt tudom mondani, az első lépés különböző túlélő bázisoknak a kialakítása. A második, ezeknek a túlélő bázisoknak egymással történő szövetségi rendszerének a megvalósítása. Kisegítsük egymást, bármilyen probléma is van. A harmadik, az emberek, mivel úgyis a világállami törekvések és az éghajlatváltozás miatt szenvedni fognak, innentől kezdve egyetlen egy lehetőség van, hogy e példákat kövessék. Seneca is azt mondta, semmit nem adsz a gyerekeidnek, mint példát, már mindent megadtál nekik. És ami a legfontosabb, a hazai szürke állománynak kibontakozási lehetőséget adni. A görög mitológiában benne van, hogy a hatalom vak erőcsupán, amely könnyen a saját vesztébe rohan. A tudás pedig, bármilyen tiszta legyen is, kívülről, hogyha nem támogatja a hatalom ereje, tehetetlen leláncolt szenvedő titán. Nekünk az a legfontosabb dolog, hogy a hatalomnak és a tudásnak egy olyan egységét hozzuk létre, amivel a magyar nép megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Nekünk ez a feladatunk most. Most beszállok itt a mezőgazdaságba és a jogkormány, nekem 33 évig volt egy 400 négyzetméteres kertem, amiben gyakorlatilag teljes ellátásunk volt, ez alatt a 30 év alatt gyümölcsvákkal, bokrokkal, mindenfélével, és én biológiai kertészkedést folytattam, úgyhogy ebből a tapasztalatból szeretnék egy kicsit adni, és hát ilyen elég jó professzorokkal dolgoztam együtt, ami nagyon fontos ugye ebben a kertgazdálkodásban, hogy ásni tulajdonképpen nem szabad, mert a földet amennyire lehet nyugiba kell hagyni,
Úgyhogy nekem olyan kerti szerszámaim voltak, amivel csak éppen, hogy minden évben egyszer a vetés előtt meglazítottam a talajt. És a másik pedig az, hogy amit most kezdenek propagálni, de én már 33 évig csináltam, első perctől kezdve a kertbe, hogy nem dobtam el a cuccokat, a füvet, a leveleket, a gyümölcsfák leveleit. Mondjuk, amit nem lehet használni, az a gesztenyefa levél és a diófa levél, mert ugye ebben a csersav van, de különben a többi leveleket nagyon jól lehet használni, és én egész az alatt a 33 év alatt gyakorlatilag mulcsoztam a kertet. Én mindig mindent betakartam, és még hozzá kiegészítettem szénával és szalmával, amit a parasztoknál vettem, és meg kell mondjam nekem, hogy ezzel az öntözést, itt van a vízgazdálkodás, például teljesen szinte nullára le lehet állítani. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, mert nekem a kertem Németországban volt, ami egy elég nedves terület, gyakorlatilag általában, de az utolsó években voltak bizony száraz nyarak, és ez azt jelenti, hogy az epresenyem is például én nekem soha semmit szinte nem kellett locsolni. Nem kellett locsolni, az epreket úgyis mindig rögtön szalmával betakartam, minden epreságyas be volt takarva, és a többi növények is be voltak takarva, mint tök megérve, tök hagyma, minden. Szóval azt tudom ajánlani, hogy szuperul nő minden. A krumpli is. És a krumplinak például úgy csináltam az első években, hogy a szalma, nem a krumplit, a szénával takartam le, és csak úgy rátettem a földre, egy picit meglazítottam a földet, és szénával, ugye hát a krumplit azt mindig kell így dombozni, és azt én szénával csináltam. És az olyan vicces, hogy a krumplit akkor utána az ember csak is fölemeli az aratásnál, és így leszedi a krumplit, mint nevén. Szóval ezt tudom ajánlani vízgazdálkodásra, hogy ezen rengeteg vizet spórol az ember, hogyha takargat. Két dolgot. Magyarországon ekkora erdőirtás, mint az elmúlt éve, amikor meghozták ezt a törvényt, hogy akár 200 éves erdőt is ki lehet írtani. Én járok Salgótalján, Rózd az erdős területeken. Ennyi fát még kivágni, és mind a nagy fákat. Ez borzasztó is, ugye a erdő tud klímát szabályozni, a tövénél 20 fok a hőmérséklet, 18 fok. Tehát ez a másik pedig, ami nagyon fontos, hogy sikerült bemérni a tenger környékén, hogy ugye a nagy gazdálkodásokban, a monokultúrákban, amikor búzát vagy mindent, amit termelnek, learatják, és nem nő gyom utána, mert műtrágyát használnak, vegyszereket, és ki lett mérve, hogy a ilyen területek, amiket learadtak és egész nyáron pucéron volt, nem csinálnak másodvetést, ugyanolyan hőmérsékletre 60-70 fokra hevül fel, mintha beton tennének le, vagy aszfaltot. Tehát nem nő a növény, vissza kell hozni, azt kell megcsinálni, hogy másodlagos kultúrát. Régen mindig ültettek másokat, mert a talajt nem védi meg semmi a napfénytől, csak a növényeknek a levelei. Ezt szerettem volna mondani. Még egy dolog majd odaadom, hogyha ezzel kapcsolatban akarsz. Megint fölhívnám a figyelmet arra, hogy ha megoldásokba gondolkodunk, itt az önkormányzati választás, minden faluban, minden kis településen induljon független, pártmentes csapat, aki elindul, polgármester jelölte mindent, át kell venni és meg kell fordítani. Hiába megyünk a jó gazdálkodásba, hiába csinálunk, még a közösségekben is csinálunk bármit, ami nagyon jó, de közben figyelni kell a politikára, és azon kell gondolkozni, arra kell figyelni, hogy tudjuk megváltoztatni ezt a politikát, ami most van, mert ez gyilkos, embergyilkos, mezőgazdasági gyilkos, stb. Tehát föntre is kell figyelnünk, és azon is gondolkozunk, hogy tudunk közösen, ez az összefogás azért lenne, hogy összefogni minél többen, mert ha egy bizonyos súlypontot elérünk, tudunk változtatni a dolgokon. Köszönöm. Te akartál hozzászólni, akkor átadom neki. Igen. Ne csak pártfüggetlen legyen az a kiválasztott csapat, hanem kapcsolatban legyen velünk. Igen, mert ezt a holisztikus megközelítést, én nem azt mondom, hogy egy csoporthoz tartozom, vagy hogy a Szkíta Egyesületünkbe tartozom, vagy ilyesmi. Itt most egy
egy összefogás körvonalazódik, és ebbe az összefogásba bele kell tartozzon az, aki jót akar tenni, mert különben a többi részét nem ismeri annak a dolognak, ami kell még a helyes cselekvésekhez, igen? Én a tájhasználati részéhez tenném azt hozzá, hogy ugye én beszéltem a táj élő szemléletéről, tehát hogy mint élő lényként tekintjük a tájra, szervrendszereket felismerve, stb. Most ennek természetesen kisebb léptékekben is abszolút megvannak a hozadéka, vagy a vetületei, vagy a használatosság, aki esetleg nem államtitkár, annak az is tudja használni ezeket a kisebb léptékében ugyanígy, és ennek egy példája ez a mélymúcsos kertművelés, és hogyha ugye most enciklopédikusan akarjuk, akkor két forrást megemlítek, a közepesebb léptékhez ugye a talajmegújító gazdákat, vagy regeneratív mezőgazdaságot meg lehet így találni ezzel két címkével, mindenféle, tehát az interneten, amik van. Igen, a talajmegújító gazdák, most TMG, vagy volt TMMG, mint talajmegújító mezőgazdaság. A YouTube egyetemen is rengeteg előadás, stb. Illetve még kisebb léptékben, akkor kiskert léptékben pedig a mélybúcsos művelés, gondolom ugyancsak többnyire közismert, leginkább Gyula Iván nevéhez kötődik, de hogy általában egy mélymúcsos kertművelés, vannak egyéb képviselői is. Nagyon sok részmegoldás felvetődik. A Józsinak az volt a kérése, hogy emellett a 100 felé, akár még fontosságban is nagyon nehezen rangsorolható dolog közül találjunk valami közöset. Én azt mondanám, hogy az élet szigeteit kell megpróbálni kiépíteni, nem a menekülést, vagy a stb. Az élet szigeteinek a kiépítéséhez élet, tehát szolgáló szemlélet szükséges, nem pénz, meg egyéni önzés, meg stb. Tehát egyszer kell egy szemlélet, másodszor én nagyon fontosnak a szükséglet vezéreltséget érzem. A legkülönfélebb helyeken a legkülönfélebb tudás lehetőség hiányban. Generál szószal leöntve nem oldható meg semmi. A problémák minden kistérségben egyediek. Na most, ha a kistérségben szükség van tudásra, akkor kellene egy olyan idézőjel központi hiteles tudásbázis, ahonnan konzultálni, lehívni lehet a legkülönfélebb szakkérdésekben. Na most a legnagyobb probléma ebben az informatikai zűrzavarban, vagy internetes zűrzavarban pontosan a hiteles tudás. Mert tudásnak látszó dolog rengeteg van, de hogy abból mi a hiteles, az erősített. Az tényleg élettapasztalat alapján tudják a bölcsek megmondani, hogy ez az igazi tudás. Na most az, hogy szükséglet vezérelt, az annyit jelent, hogy mindenhol más a fontos, és a megvalósítási képesség az, hogy mondjam, projekt, mert azt létre kell hozni, de utána motorszerűen kell annak ismétlődően működnie. Tehát ez nem egyszeri aktus. Itt a szigetnek a működtetését tartósan életben kell tudni tartani. És ez épp olyan vállalkozás, mint amikor valaki a saját hasznának az érdekében maximálisan a földet ki akarja használni, vagy a szaktudását, vagy bármi. Itt most az éltetésnek a küldetését kell beteljesíteni, hogy melyik közösségben születik-e olyan ember, aki ezt fölfogja. Én úgy mondom, hogy a közösségnek az apukája, nem csak a családnak az apukája vagy anyukája, a közösségnek az apukája vagy anyukája akar lenni, és erre energiát szán, ez a kulcskérdése, hogyha létre tud jönni ez a motor, akkor ott élet maradhat. És utána a szaktudást, a technikai feltételt, a stb. Lépésről lépésre, saját hibákból tanulva el lehet látni. Egy példát mondok, Rozsánynak egy Sztojka Zoltán nevezetű polgármestere van, aki valóban annak a 770 lakosú falunak a papája.
rá kell nézni az interneten, talán 2013-ban volt az utolsó, mert ő se Facebookon, se van nincs fel, mert jöjjön oda, ha valaki kíváncsi rá, de az egy minta példa, hogy mit jelent az, hogy valaki egy élő szigetér felelősséget vállalkozott. Rozsája. Mi még nem nagyon találkoztunk, Darvasza Zoltán vagyok, délután tartok majd előadást, és a legelső napi kerekasztalnál egy picit beszélgettünk. Tehát, és köszönöm szépen, hogy megismertelek, jó atyafi, meg a többieket is, mindenkit. Majd Attilától kérjük ezt a túlélő, kisokos nevű dolgot, meg ugye van nálunk, és így ismerkedtem meg az Olival többiekkel. Én még azzal egészíteném ki, hogy a fejben lévő rendszer szemlélet fontossága. Mert nagyon sokan, ugye nekem is volt olyan élethelyzetem, Debrecenben voltam szerelmes, ott esküdtem, ott toltam a gyerekeimet, de laktunk panellakásban is. A panellakásban a terem, az én terem, mert úgy alakítottuk ki, hogy amit kidobtak Lambériát, elvittem, beletettem, és aki jött, nem is érezte, hogy egy panelházban lakik. Utána megadta a lehetőség, hogy elköltöztünk egy kis sorházba, ott is virágokat meg egyebeket mellé ültettük azt, amit lehetett. Most elköltöztünk egy nagyobb kertes házba, 1000 négyzetméter, nem nagy a kert, de ott már megvan a hely a kerti tónak, gyógynövény, fűszernövény kertészetnek, tehát arra biztatom minden kedves tanítványomat, hogy a balkon látába, a panellakásba is. Mi volt? Gyógynövény, fűszernövény, amikor még erkei nem volt, akkor is az ablak mellett megvoltak a tepsikben, csiráztattuk a búzát, a gyógynövény, fűszernövény, ugyanúgy ott volt a panelházban is. Most a kertben, ott is ugyanúgy megvan, bemutató gyógynövénykert, fűszernövénykert és segéd. És egy kis kerti tónak is helye van, és így a füge nem fagy el, a barackon nem fagyott el, mert úgy volt kialakítva, hogy vigyázott a tó, a fára és egyébre. Hát én úgy kerestem ezt a házat, hogy kis patak előtte. Vadvirágos rét, pipacsmező és egyéb. Mikor kinéztem, ezt láttam. Hát most mit látok? Ugye Alfred elvittelek. Most azt látom, hogy daruk, épülő monstrumok, és ebből az ország csak egyetlen egyet tud, de 5 akkumulátorgyár készül. Tehát most is szednem kell a sátorfámat, még nem tudom, hogy hova, azért mondom, meglátogatlak téged, voltam az Zoltán testvérnél, meglátogatom, nem tudom, hogy hova viszem a méhes. Azon, hogy ne engem fogadj be, hanem a méheket majd velem együtt, majd lesz szó egy picit délután róla, de itt odaértünk, hogy hátászárnyú a páratartalom. Hogy amikor itt tegnap sétálgattunk a lovartánál, ott is már a posz méhek már előjöttek. És akkor lehetett nézni, hogy a hártyás szárnyú, ha van, akkor vannak verebek, vannak fecskék, mert az a táplálékuk. Ha nincs, akkor ők sincsenek. És így a fákat, amiket ültettünk, azokra ők vigyáztak. Például a kertet úgy építette, én voltam Japánban, imádom a japán kultúrát, előző életem ott éltem, hogy bambusszal van körbevéve, így vigyáz a szomszéd szemét, és így a kis madárkának van helye, hogy be tudjon nézni az én kertembe, és be is tudjon repülni. És abban a kis kertben, te voltál, Alfred, van egy íjászpálya is 50 méteres. Most hogy tudod megcsinálni, hogy legyen veszélyes, hogy ilyen betonlegót tettem, tudjátok, ilyen legózni lehet a kerítésekkel, azzal van, és így tudtam megoldani. Most ezt kell nekem ott hagyni. Nem tudom, hogy hova megyek, de el kell, hogy menjek. Ebből azt akarom nektek kihozni, hogy ez itt dől el, mert én laktam Budapesten, laktam a panelben, és mindenütt meg lehet találni azt a helyet, ahol élet és ember minőségben lehet dolgozni. Én erre szeretném még a integratív szemléletre felhívni a figyelmet. És vedőjetek be, amikor pesti népeknek azt mondják, hogy rovar, méh lakásokat telepítenek. Nincs pénz az önkormányzatok lekaszállni a gazdaparból. Azt mondja, hogy méh lakásokat telepít, ne dőljetek be annak, mert a méhecskék nem olyan hülyék, hogy bemenjenek a nagy elektroszmogba, a nagy járműveken keresztül, hogy ők ott akarnának lakni. Ők laknának ott, ahol hagynánk
őket. Na majd erről lesz szó egy picit a délutáni előadások a rendszerében, tehát ezt szeretném, hogy a méhe és a velünk élő pockok, vakondok és egyebeknek is legyen helye ezeken a rendszereken. Köszönöm szépen! Igen, nagyon fontos az, hogy az állatoknak természetszerű vagy természetes lakóhelye legyen. Nekem később volt a házam, már is odúgat 120 darabot telepítettem be, egy cinege pár évente 30-60 kg rovart pusztít el. Hogyan oldottam meg a pocok kérdést? Mivel egy egerésző pár 5 tonnányi gabonát ment meg a rágcsáló pusztításával, téfákat raktam ki, napközben az egerészőjének, éjszaka a baglyok ücsörögtek a téfán, hol egy pocok megmozdult, abban a pillanatban megoldották a problémáját. Így hát lehet az embernek olyan kapcsolata a környező állatvilággal, a növényvilággal, a gombavilággal, amiből mindenki jól jár. A védikus... Mi az a pocok? Mezei pocok. Rágcsáló. Nem, nem, nem vagon. Nem vagon. Igen. Nem, nem tudok róla. Na most rengeteg hasznos élő szervezet van. Ha ernyők ellen akarunk védekezni, van a aranyos bábrabló, a smaragd bábrabló és a kis bábrabló, ezeket összetudjuk, fatörzseken futkároznak, és hazavisszük, berakjuk a kertünkbe, akkor utána ott fogják a hernyókat összeszedni, ugyanúgy, mint a madarak. Van egy olyan futóbogár, amit bőrfutrinkának neveznek, a bőrfutrinkát megint összeszedjük, hazavisszük, akkor a mesztelen csigákat fogja lerendezni. Szóval a természetben hihetetlen mennyiségű hasznos élőszervezet van. De ugyanakkor, hogyha nem kapálunk ki mindent, meg nem gyomértózunk, akkor hegyvidéki viszonylatokban van a héjakút mácsonya, amely a madaraknak ad értékes ivóvizet, vagy akár a lepkéknek, bogaraknak is. És ha megfigyeljük azt, hogy tényleg egy ilyen természetes élőhelyet hozunk létre, akkor a termésünk is sokkal nagyobb. Én a Gyula Ivánnal egy ugyanazon szervezetnek, a Zöldeknek voltunk a társelnökei, tisztelem, becsülöm is az ő tudását, de megmondom őszintén, ezzel a mai szalmás, takarásos módszerrel azért nem értek egyet, mert ez körülbelül, mivel nagy része glifozátos a szalmának, olyan, mintha valaki vért kapna, és kapna egy Pfizeres vagy egy AstraZeneca-s vért. Ugyanis, hogyha én betelepítem a kertembe a glifozátos szalmát, és abból csinálok mulcsot, hát ezzel hogy nem mondjam, hogy minek adtam egy pofont. Szóval az egy fontosabb és jobb dolog, hogyha úgynevezett erdőkertet hozok létre. Az erdőkert az annyit jelent, hogy körbe a kerten körül egy erdősáv van, és az erdőnek a mulcsát, vagyis a lombozatát használom fel talajtakaróként. Az erdő mulcsának lombozata az azért sokkal jobb, mert még hogyha annak idején vegyszerezték is azt az erdőt, meg a területét, a fák a gesztbe, vagyis az elhal sejtek közé berakják a méreganyagot, és nem pedig a levelekbe hagyják. Innentől kezdve a fa sokkal intelligensebb élőlény, mint az egyszerű szántóföldi növény, sokkal méregmentesebb lombozatot tud adni, és hogyha ezzel takarjuk a kertet, akkor sokkal jobban járunk. És maga a fának a éghajlat befolyásoló hatása is sokkal nagyobb. Én ezért azt mondom mindenkinek, ha megteheti, akkor erdőkertet hozzon létre, így nem kell senkitől se venni a mulcsot, mert ingyen meg fog teremni ott a helyszínen. A teremtő az tulajdonképpen tökéletes virágot teremtett, minden a helyén van, és a természeti törvényeket, ha meg akarjuk változtatni bármilyen módon, vízgazdálkodással, vagy mezőgazdaság, bármilyen más formájába, akkor ezekkel a törvényekkel
ellen megyünk, és kicsi az esélyünk, hogy győzni tudunk. Ezzel szemben a másik törvényfajta, amit csinálnak nekünk a jogászok, az valamilyen célt, vagy valamilyen érdekcsoportnak az érdekeit képviseli, és ezek alá hajtják be a mi tevékenységünket, és befolyásolják. Na most, ahogy én látom, a most jövő időszaknak az egyik legnagyobb célja, ez a bizonyos Agenda 30 végrehajtása, ez teljesen azt célozza, hogy az embereket elszakítsák minden szempontból a természettől és a természeti törvényektől. Ezt csinálják a nagyüzemi mezőgazdasággal, ezt csinálják a nagyüzemi állattartással, ahogy szinte embertelen és teljesen abnormális takarmányokon tartják az állatokat, ezt csinálják a szintetikus és mesterséges élelmiszerekkel, ezt csinálják a földjáró repülőgépek kiszórta geoengineeringgel, ezt csinálják az ivóvizek elpusztításával, és hogy vízhiányos állapot álljon elő. Na most arra kell mindenféleképpen törekednünk ebbe a feje tetejére állított világba, hogy ne hagyjuk magunkat átverni. Vegyük észre, hogy mi nem természetes, mi megy a természet törvényei ellen, és ezekkel legalább magunknál, a saját területünkön próbáljuk valamit tenni. Úgyhogy ez nem könnyű feladat, és gondolkodni kell hozzá. Fölkészülni dolgokra is szervezkedni, és azt szeretném mindenkinek javasolni, hogy gondolja végig, hogy a környezetébe, a háztartásába milyen olyan dolgok vannak, amik a természet törvényei ellen mennek. És ennek alapján sokat lehet javítani a helyzetünkön és az egészségünkön, meg a környezetünk egészségén is. Igen, hát az igény teremti meg a szolgáltatást. Tehát, hogyha az emberek nem keresik azt, ami természetellenes, meg ami bajt okoz, akkor a termelés is alá foghat. Nem így van egészen, mert aki nem tudja, hogy mi kellene, az nem tudja. De most nem arról beszéltem, hanem hogyha nincs igény, hát akkor nem fognak termelni. Én is az igényről beszélek. Igen. Ha az, akinek igénye van, nem tudja, hogy melyik lenne jó megoldás. De én a jó igényről beszélek. Nem az előző lépésről, hogy meg kell értsen, mi a jó. Azt gondolom, ezért vagyunk itt, ez a... A tréning, ahogy nevezte itt a főszervező, illetve van ugye érdeklődés, azért van közönség, és ténylegesen ezt a kettős irányt látni kell, az már jó, én is ezt igyekeztem felvetíteni az előadásunkban, hogy a történelem logikájából, úgymond tehetetlenségéből, az úgymond látni kell, hogy a technodiktatúra felé halad. Leírtuk, nem részletezem. Ehhez képest viszont megnyílik, vagy hát igenis van egy másik irány. Én nem gondolom, hogy a 8 milliárd ember, vagy a 10 millió emberrel akár lehetne foglalkozni, illetve kellene. Azért se lehet, mert nem akarják, illetve akarják nem. Tehát akarnak nem megmentődni. Az ember ma, és ez pedig, hát hogy mondjam, emberi dolog már ugye a bűnbeesés óta legalábbis, hogy a kényelmér és a vért biztonságáért simán feláldozza azt, amit emberiességnek, humánumnak gondolunk. A szabad akarattal az első legsorban. Tehát nem, és nem is lehet ezzel mit kezdeni. A feladat az lehet, azt mondom, egy ilyen összefogásnak, hogy aki viszont keresi, vagy akar tudáshoz jutni, vagy ez a tehát hajlamos átprogramozódni, felébredt annyira így az elmúlt évtizedek kapcsán, hogy ki mikor az ugye esetleges, de hogy ez nyilván még mindig egy erős kisebbség, vagy egy gyenge kisebbség, mennyiségileg, de minőségileg pedig nem, illetve nem kell ezzel foglalkozni. Tehát az a lényeg, hogy a történelem logikájához képest azt az utat, ami igenis megnyílik, és akkor behozhatom a vízöntő minőséget, ugye egy tengelynek mindig két vége van, hát az egyik a love, peace, happiness, a másik pedig a technodiktatúra, tehát ezzel legyünk tisztában, de nekünk az a dolgunk, hogy ezt a másikat hát szolgáljuk, ebbe, és ehhez adjunk képet, illetve hitet hozzá, de tudást is kell szerezni, és másképp kell akkor viszonyulni. Na most én azt mondom, hogy ha már a Gyulai Ivános tudás, meg szemlélet, stb. Megvan, az már elég lenne bizonyos szempontból, tehát, és hogy nem lehet azzal, hogy de hát glifozátos a szalmaszál, hát jó, nem,
az elvekből pontosan következik, hogy melyik szalma, melyik nem, stb. A realitás ugye pedig az, hogy vannak glifozátos szalmák. Hát, most sok mindent lehet a boltba is kapni, meg nem muszáj, van a gyors étkezés a városokban, stb. Tehát hogy ezek mind egyéni választások azért, és vannak lehetőségek, ezt kell felmutatni. Egyrészt tisztában kell lenni azzal, hogy ez a világ, a jelenlegi világon belül nincs megoldás, a jelenlegi világ akarja is, hogy ne legyen megoldás. Az emberek többsége be fog menni ezekbe a technofalanszterekbe, már az elindult, meg is fogja védeni a rabszolgatartóit, a rabszolga, ez is történelmi mintázat is. Az már jó, hogyha sikerül, és a szép új világban Huxley-nál a forgatókönyvben benne van a rezervátumok, az a Bernard Marx, aki itt a főszereplő, az is onnan jön. Ha ez már lehetséges lenne, akkor jó, csak itt tényleg az a kérdés, hogy van-e olyan tudásunk, meg megszereztük-e ezeket a struktúrákat, hogy így a túlélésnek legyen esélye, tehát annak a párhuzamos társadalom másik Magyarországnak, stb. Na most még egy nevet említenék akkor, aki tájékozódik, vagy még kettőt. Az egyik a Tóth Ferenci név szerint, a növényvédelemről jutott eszembe, és a szemléletről. Hát Tóth Ferencből sok van, de hogy mindesetre akkor permakultúra, illetve egyáltalán egy növényvédelmi doktor Tóth Ferenc ott hagyta az egyetemet, most a Önkibe van. Például most van előadás a Magfalván, tehát így megtalálható a tanításai. Illetve magát a permakultúra mozgalmat, amit nem kell megijedni, hogy külföldi neve van, a hagyományos magyar paraszti gazdálkodás tudja azt, amit a permakultúra tud. Ausztráliában született, de hát senki se tökéletes. Na, tehát tényleg utána lehet nézni, az csak a szumázatom ezeknek, bátran, és tényleg a felismerés igény megjelenik, de azt is erősítem, hogy a piac teremti. Tehát tudom, mi egyesületünk ugye termelőket támogat, és pontosan már, hogy azzal, hogy piacot teremt nekik, tehát egész egyszerűen piacra viszi a termény, és ha van piac a termelőnek, akkor hajlandó termelni. Attila szerint 10% az már meg tudja változtatni a rendszert. És azt is... Még egy négy elmaradt. Igen? Kettő jelent akar. És mondom. Nem, én csak azt pontosan tudom, hogy nagyon sok mozgalom van, aki ez, tehát vannak ilyen háztartók, tehát a városiak szegénye be van zárva Budapest. Ott is a háztartásban, hogy mosogat egy ember, most akkor be lehetne menni részletekbe. Az élelemgazdaság otthon a konyhából, vagy kidobni, vagy egykori élelmiszer, tehát valahogy ezek mind olyanok tudások, amikről nagyon-nagyon sok forrás most már van. Ökos nő, meg millió, már hogy ezek Facebookon, meg a honlapokon megtalálhatók hulladék, hogyan dobd ki a szemetest, vagy nem tudom, tehát mindenféle ilyen mozgalak mellett. De a permakultúrát mondanám, hogy egybe, de tessenek utána nézni, megtalálhatók ezek házi kozmetikumok, akár a háztartásbeli vegyszerek, hogy hogyan váltatok ki szódabikarbonával, ecettel, azok a vegyszerek, amik ugyanazok, csak különböző csomagolásban vannak, stb. Sokkal olcsóbban, hatékonyabban és könnyedet kímélően, vagy a terhelésmentesen. Oké, ha még egyszer visszatérek a számokra, hogy tudjuk vizionálni, hogy mire van szükség. Azt mondjátok, hogy kevesebb, mint 10. 5%. Na mondjuk azt, hogy 5 és 10% között el kell érjünk. 4000. Igen. De vigyázzatok, mert aki csinálja a permakultúrát, vagy a biológiai gazdálkodást, vagy ezeket az elveket követi, de közben a következő oltás meghirdetésnél rohan magát beoltatni, ott probléma lesz. Tehát azért kell, hogy összetartsunk, hogy ezeket a dolgokat tisztába tegyük. Illetve az is elhangzott tegnap, ugye a Németh Zoli mondta, hogy 20 000 aktív tag kell legyen, vagy nem tag, hanem résztvevő, aki működteti az új rendszert, ahhoz, hogy az működőképes legyen. 20 000 ember. Tehát célozzuk ezeket meg. Itt ugye szó volt arról, hogy szakralitás, szellemi élet és a órát labora, tehát a fizikai munka, a fizikai világ közti kapcsolat.
tehetség. Nagyon sokszor recepteket keresünk, a tuti megoldást, és akkor itt egymást túllicitáljuk, hogy melyik a legtutibb megoldás. Ennek nincs vége. És annak sincs vége, hogy még több ember kell, győzzünk meg másokat, nem fog menni. Itt csak magunkat győzhetjük meg, csak magunkra támaszkodhatunk, és hogy ez, hogy hány százalék, hát én azt mondtam, a 10% az egy szociológiai kutatás eredménye, oké, nem kell. Egyetlen egy ember is erők, ha Jézus Krisztusnak hívják. Tehát onnan lehet elindulni, csak hogy nem erről van szó. Mondok egy egészen más aspektust. Van egy törvény, törvényszerűség. Ha egy bizonyos számú ember egy bizonyos ritmus szerint rendszeresen összegyűl és megismerési erőfeszítést tesz, annak konkrét befolyása van az események menetére. Ezt jegyezzük meg. Tehát ez mit jelent? Azt, hogy a gondolataink hatóerők, a gondolataink tettek, amennyiben a szellemvilágban gyökereznek. Mert kétféle gondolat van, valami az érzéki világhoz kötött, azzal át tudják mosni az agyunkat, valami megragad belőle, valami nem. És az a gondolat, amiről beszélek, az az érzékfelti szférából érkezik, amire ha kinyitjuk azt a szervünket, az agyunkat, ami egy kettős szerv, mert az érzéki világra is fókuszálnak, az érzék felettire is. De az érzéki világból csak a múlt jön. Az érzékfeletti szférából pedig a jövő. Tehát ha ez a bizonyos számú ember rendszeresen egy ritmusban összegyűlik, és erőfeszítést tesz, hogy valamit onnan lehozzon, erre a szituációra mondta Jézus Krisztus azt, hogy akkor én köztetek leszek. És ott a szellemvilágban nincs számolás. Ott teljesen mindegy, hogy hány igazság van a mérleg egyik oldalon, és hány hazugság a másikon, mert egyetlen egy igazság is ellensúlyoz akárhány milliárdnyi hazugságot. A számolás az e világban van. Tehát ha abba gondolkodunk, hogy fogunk többséget szerezni a médiába, sehogy. Nem így működik. Úgy működik, hogy amennyiben emberek erőfeszítést tesznek, és a szellemvilágból lehoznak igazságokat, ilyen kis körökben, tanulókörökben, közösségekben, akik rendszeresen, ritmus szerint összegyűlnek, ott az történik, hogy az egy köztes szférába lekerül. Egy olyan köztes szférába, amiben nincsenek térbeli korlátok. Ez az egész emberiséget eléri azon nyomban, és spontán eszébe juthat embereknek. Ilyenfajta ébredési folyamatban van ma a Föld egész lakossága. Valaki Európában, vagy a Fülöp-szigeteken, vagy Kaliforniában megragad egy igazságot, az azonnal hozzáférhetővé válik, mindenféle anyagi közvetítő eszköz nélkül. Ezen a küszöbön vagyunk, hogy ezt észrevegyük, hogy nem csak az van, ami megfogható, hanem van egy érzékfeletti valóság, amiben most kezdünk el tájékozódni. Ez az egyetlen reményünk, több más reményünk nem lehet, viszont ez erősebb, mert ez a forrás. És ezen keresztül árad a világba az, ami általunk a világba tud áradni, és amitől az ellenfél fél, mert azért építi az összes struktúráját, a médiáját, a elnyomó szervezeteket, mert fél tőlük. Ezt szeretném csak így hozzátenni. Továbbfűzve és ide kapcsolódva, hogy most lesz a magyarság, mert nem csak a magyarság, hanem minden nemzet, minden nép évkörökben gondolkodott. Nyári, téli napfordulók, tavaszi, őszi napi egyenlőségek. Ugye egy hét múlva sincs már. Minden hónapban holt hónapról beszélek, tehát minden holt hónap, új hold napján, teli hold napján én a tanítványommal tartok tértől független, ha összegyűlünk nyilván egy térbe, én úgy érzem az jó,
de egy idő után ugye nem én is vagyok Debrecenben, Sopron, Záhony, Pécs és egyéb, de lehet használjuk ezt a nyavajás technikát arra, ne legyünk arabjai, de lehet csinálni Zoomon, például én azt használom, összegyűlünk reggel, hajnalba, az már eleve egy szűrő, mert akkor legtisztább a tér hajnal 3-5 óra között, ezt ki lehet számolni, hogy mikor, ha van igény, akkor indítsunk el egy olyat, valami kérdőjében vagy egyébben, ha feliratkoztuk akár nálam, akár a Wikinél, csak a Wikit nem akarom jobban terhelni, új hold és teli hold révülésre. Ide, csak ide jött. Köszönöm szépen. Akkor végére érünk az időnek. Zolinak még odaadom a mikrofont, de akkor az a kérésem, hogy szedjük össze azt az 5-20-10 mondatot, amit ti a legfontosabbnak tartotok ebből a ma délelőttből. Ugye egyetlen témakör volt, ami tágas, de mégiscsak egy témakör volt. A táj, a mezőgazdaság, az élelmiszer, a víz, ezeket kéne, ebből kéne kiemelnünk azt a néhány mondatot, ami iránymutató lehet másoknak, és aztán persze arra majd föl lehet fűzni sok mindent, de próbáljátok meg ezen gondolkodni, ez a kérdésem. Én egy mondattal fogalmám össze, hogy visszatérés az eredethez. Ez a legfontosabb. Az eredethez. Mert minden más egyéb ebből származtatható és következtethető le, és ez természetesen részletesen akár a vízgazdálkodás, akár az állattenyésztés, a gyűjtögető életmód, bármilyen téren után ezt ki lehet, vagy erdőgazdálkodás terén bontani, de maga a visszatérés az eredethez, ez volna a legfontosabb. Most vegyünk figyelembe néhány olyan dolgot, ami az elkövetkezendőkben meg fog történni. Meg fog jelenni egy rekvirálási törvény, meg fog jelenni egy röghözkötési törvény, mert a narancsbolsevizmus az át fog alakulni egy feudális kínai bolsevizmussal az országban, szóval röghözkötési törvény, és emellett egy lakóhely elhagyási tilalom is napvilágot lát. Most ezekből fakadóan gondolkodjunk el, hogy mennyire jó a mi kaptár lakásunk, vagy mennyire nem. Mennyire leszünk ott kiszolgáltatva, mennyire nem. Ma még szerencsére rengeteg olyan ember van, aki van, bocsánat, hogy ezt mondom, őszinte ember vagyok, van olyan ostoba, hogy hajlandó kaptárlakást lenni. Most még időben meg tudunk szabadulni tőle. Később már nem fog érni egy hajítófát sem. Most addig lépjen az, aki ilyen körülmények között él, amíg lehet, amíg van neki lehetősége. Mert nehogy valaki is azt gondolja, hogy ő egyik pillanatról a másikra csukafejes fog ugrani egy tanyára, és azt se tudja, hogy most hogy kell kapálni, vagy akár történetesen oltani, vagy metszeni. Dehogy nem, a kapálás az nagyon jó, az nem csak gyomírtásra jó, hanem mondjuk egy migráns fejbeverésére, aki el akarja venni a terményedet. Úgyhogy minden eszköz nagyon sokfélére is használható. Úgyhogy pontosan lehetséges, hogy csak azt gondolja, hogy csak gyomírtásra jó a kapa. De hogyha meg tudna mindenki ezügyben mozdulni ebbe az irányba, az volna jó. És most figyeljetek csak, mindannyiunknak van egy fogyasztói igénye. Kapásból egy igazi, hamisítatlan piacgazdaságot, és ez a második lépés, meg tudunk alkotni. Mindenki akar enni, inni, alapvető közszükségleti cikkei vannak, egyebek. Ez annyit jelent, hogy potenciális vevő mindenki. Én megfigyeltem a kiválasztott népnek a tagjait, és azt vettem észre, hogy ők állandóan egymással kereskednek. És ezt nem viccből mondom. Állandóan az extra profit náluk halmozódik fel. Nem szégyen az ellenféltől sem tanulni. Lényegében ezt tartom egy nagyon fontos részletnek. Itt van mellettem ülő, tud mézet adni,
te lehetséges, hogy tudsz piócát adni meg, a Tisza mellett vagy, én tudok gombát adni meg, eltővadnövény, és ez azt jelenti, hogy rengeteg embert el tudunk látni. Jó, tehát hogy egymással kereskedni, ez nagyon, nagyon jó gondolat, meg az is, hogy térjünk vissza az eredethez. Valaki írogatja ezeket, mert igazán nem tudom. Jó? Én is ezt emelem ki, hogy itt, amit elmondtunk, tehát aki tud és lehetősége van, egy négyzetméter földje, azt csinálja magának, vagy például a lakótelepeken is lehet, itt van Kuba például jó példa, mikor OSA blokkád alá vonta, gyakorlatilag elrendelték, hogy mindenkinek az erkélyén paradicsom, paprikát, mindent termeljenek, és oda jutottak rövid időn belül, hogy 80%-át a mezőgazdaságnak saját maguk látották el. Aki viszont nem tud termelni, vagy nincs ideje, vagy nincs, az pedig keresse azokat, akik vannak, és kezdjük el a kosárrendszert mindent kifejleszteni. Ezzel tudunk a legtöbbet segíteni, hogyha ezt. Tehát mindenki tegyen valamit, ami a lehetőségétől függ. Igen, tehát kosárrendszer ez is. Kuba példája az a Közösség ereje című film, YouTube-on 50 perc elérhető. Ugyancsak javaslom, akkor Ladakh tanulsága, 50 perc YouTube-on elérhető. Ladakh, mint nyugat-tibeti királyság, Indiában, ami nem Kína. Ha én mondatom, akkor az eredetihez csatlakozom, illetve a forráshoz, hogy eredendőt mondanék, tehát a természetnek az természet, de az az eredendő működését jelenti, tehát hogy ezt kutassuk, mint forrás és minta, hogy akkor a természet, hogy hogyan csinálja, lebontva mindazt a hamis tudást, amit felvettünk a 20. században, mert az be fogja árnyékolni, vagy olyan szűrő, amin esetleg meg se látszódik ez a működés, de hogy van a természetnek egy eredendő működése, hogy ő mit akar a táj, az a mi tájunk, ahol éppen vagyunk, őket mond. És igen, ez mintaként. Kössük össze az eget a földdel. Tehát hozzuk le a révülést. Én nem tudtam, hogy más is gondolkodik így, de jó. Meghatározott időben, helyeken. És a földet az éggel. Ha eljöttök még hozzám, amíg még megvan a ház, föld mandala. Kitesztek a kertetekben olyan kapukat, ami behívja az erőket. Kövekből, bokrokból, növényekből, abból, amitek van. Tehát föld mandalákat lehet építeni, és ha oda beállsz, te magad csinálod meg a teredet, magad körül. És ezt a állatok jelzik vissza, mert nincsen pocok, meg nincsen, és a diófát is használjuk, mert a térbe energetizálod. Köszönöm. Én továbbra is azt gondolom, hogy ha mindenki elkezd önmagába egy kicsit akár a gazdálkodás irányába gondolkodni, és nem Grúziából fogjuk behozni az adott terményeket, termelényeket, akkor azt gondolhatom, hogy egy egészségesebb társadalom is tud létrejönni ezáltal. Nem gondolom azt, hogy mindenkinek azonnal fel kell ásni az összes kertet, de lehet, hogy egy kicsi utánaolvasással, egy kicsi közösségi összefogással, és inkább a közösségi összefogáson gondolom annak a építésén, mert rendkívül mondhatom a számítógépes világ, internetes világ, telefonos világ, rendkívül beszívta a mindennapi ember szabadidejét, és ha közösségi tereken keresztül kezdünk el gazdálkodni közös erővel, akkor azt mondhatom, hogy közösségépítő jellege is van, és ezáltal mondhatom, hogy egészségesebb élelmiszer is kerülhet az asztalra. Én csak egész röviden mondom, hogy sok szó esett itt manapság most a szabadságról, és azt ne felejtsük el, hogy akinek a kezében van az élelmiszer ellátás, annak a kezében van az abszolút hatalom. És ezt kell megakadályozni. És ez tulajdonképpen, erről én majd délután az előadásomban bővenben be fogok menni. Szóval ez a hatalmi dolog, ez már nagyon előre haladott állapotban van a földeknek a kisajátítása. Ezt majd mondom az előadásomban délután részletesebben el fogom mondani,
De ezt tudják. Akinek a kezében az élelmiszer ellátás van, azért a hatalom. Én úgy fogalmaznék, hogy a teremtett világ törvényszerűségeihez igazodó módon az élet szigeteinek közösségi létrehozatala és ezek együttműködő hálózatának a megteremtése. Oké. Jó. Én azt mondanám, hogy ne dőjünk be a technikai kütyüknek és a civilizációnak és azoknak, amit ezek ígérnek. Ha megengedik, bocsánat, ugyebár tavaly volt az Arany János év, elmondanék egy nagyon rövid verset, az a cím, hogy civilizáció. A háborúban régen nem követtek semmi elvet. Az erősebb vagy gyengébbtől, amit akart elvet. Ma másképp van. A világot értekezlet igazgatja, és az erősebb, amit elvesz, összeül és jóvá hagyja. Tehát ezt ne felejtsük. Jó. Hát én igazából én csak azt próbálnám megismételni, amit a Balogh Péter mondott, hogy a tudatunkat kell megváltoztatni, hogy a tájat máshogy nézzük, mint eddig. És ez, amire ő utalt, az a tudatváltozás, amit nem tudatmódosító szerekkel kell elérni, az, hogy az a fajta racionális, reduktív materialista természettudomány, ami ezt tette a tájainkkal, e fölé kell emelkednünk, és egy érzékelő képességet kell kifejlesztenünk, és egy aktív gondolkodást, ami nem kizárólag az érzéki világhoz tapad, hanem fönthöz kapcsolódik. Tehát ez a legfontosabb, és ezt kell elérjük tanulás, aktív gondolkodás által. Tehát, hogyha ma itt valaminek létre kéne jönni, akkor egy folyamatnak, amiben elkezdjük ezt a gondolkodást. Köszönöm szépen. Az én gondolatom pedig az, hogy én fele részben Budapesten, fele részben a Kiskunfélegyházon eltitanyán lakom, és ott szerintem el fogok tudni kezdeni egy olyan projektet csinálni, hogy a környéknek a paraszt embereit megpróbálom bekapcsolni egy ilyen túlélő vagy élősziget bázis, ahogy ti ketten kétféleképpen neveztétek, de valójában ugyanarról van szó, és hívogatóvá tenni ahhoz, hogy esetleg mások oda költözzenek, hogy kialakuljon ez a közösség, ahol egymásért tudunk. Legyél lakocsi. Köszönöm szépen a részvételeteket. Szerintem jó sikerült. Jó, közönségből van. Igen. Hivatalosan kívül egy ilyen megosztásra, úgy látom, mindenkinek van némi kapacitása. Írjuk össze, hogy ki miben tud a közösségért egy ilyen hálózatnak a magja lenni. Jó. Jó? Ezt gyakorlatilag tegyük papíron. Hogy akkor mondjuk 2 óráig, amikor találkozunk újra? Hát igen, mert sokan délután elmennek, aha, tehát ha itt van kint, vagy itt egy összeírható lista arról, hogy ki mivel tud a közösség javára tenni, az fontos emlékeztetni. Jó, akkor ide kiteszek egy papírt, és akkor... Igen, és akkor ezt tegyétek meg. Akkor értettem mindenki, hogy miről van szó? Ki mivel tudna hozzájárulni a közösség... Olvasható e-mail címmel. Igen. E-mail és telefon. Közösségnek a fejlesztéséhez. Ugye az a közösség, amit úgy hirdettünk meg, hogy egyesítsük erőinket. Nincsen benne semmiféle elköteleződés, szektárság, bármi. Egyszerűen az van benne, hogy mindannyian csináljuk a dolgunkat, és valamit hozzáteszünk ezekhez az elvekhez, ezekhez a dolgokhoz, amikről itt beszélünk, hogy az tényleg formálja az életszemléletét mindenkinek.
és példákat hozhassunk létre, amihez csatlakozni tudnak mások is, hogy az Attila mondta, meggyőzni nem tudunk senkit, de a példa, és az is elhangzott, az mindenkit vonz. Úgyhogy köszönöm szépen akkor a részvételt, és akkor jó étvegyet kívánok mindenkinek.